elfogadtuk az Ibarisza középiskola meghívását, amely nyílt napokat tartott a 9-es alapiskolás tanulók, szüleik és pedagógusaik számára. Most az intézménnyel kapcsolatos információkat adjuk közre. A komáromi ipari szakközépiskolának jelenleg 531 diákja, körülbelül 50 oktatója és 20 osztálya van. A diákok három szakon folytatják tanulmányaikat, gépészet, elektrotechnika és a műszaki informatikai szolgáltatások a gépészetben. A gépészet szakon az első évfolyamban a diákok például az AutoCAD programot tanulják, a további évfolyamokban pedig a 3D modellezést, illetve a gépek CNC programozását. Az elektronika szakon elsajátítják azt is, mik azok a hálózatok, technológiák, számítógépen dolgoznak, és megtanulják azt is, hogy miként kell programozni például a Pascal vagy a TINA programozási nyelvekben. A műszaki informatikai szolgáltatások szakon főleg közgazdaság irányultságú tantárgyak szerepelnek, gazdaság, könyvelés, és megtanulják a technika alapjait is. Iskolánkban két idegen nyelvet, az angolt és a németet oktatjuk. A gépészet és az elektrotechnika szakon csak egy idegen nyelvet tanulnak, míg a harmadik szakon egyidejűleg két idegen nyelvet sajátítanak el. Úgy vélem, hogy az a diák, aki érdeklődik a műszaki vagy a gazdasági tematikák iránt, jelentkezhet hozzánk, hiszen ezek, ha valóban tanulni akarnak, mindenki számára elsajátíthatók. Toto učivo je pre každého zvládnutelné, ak sa chce učiť. A tanulmány egy dolog, de ugyanolyan fontos az is, hogy mi lesz a diákkal az iskola elvégzése után, milyen eséllyel érvényesül majd a munkaerőpiacon. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a végzőseink munkára lelnek, csak nagyon kis arányuk lesz munkanélküli. Akár gépészeti, akár gazdasági irányultságúak találnak munkát. A diákok 70-80%-a tanul tovább főiskolán, egyetemen. Egy régi bölcsesség szerint jobb egyszer látni valamit, mint százszor hallani róla. Az ipari szakközépiskolában éppen ezért szerveznek minden évben nyílt napokat. Az idén éppen néhány nappal ezelőtt. A nyílt napokat minden évben úgy szervezzük meg, hogy a diákok és szüleik minél jobban betekinthessenek az iskolánkban zajló munkákba, oktatási folyamatokba. Megnézhetik az egyes szaktantermeket, laboratóriumokat, belehallgathatnak az éppen zajló tanítási órákba. Kollégáim elmondják a tanulóknak és szüleiknek, hogy mi mindent oktatnak az egyes szakokon, attól függően, hogy éppen melyik órára látogattak be. Úgynevezett állomáshelyeket is készítünk számukra, ahol sok mindent kipróbálhatnak, leülhetnek a számítógép elé. Nagyon jók a tapasztalataink, járnak ide a gyerekek szüleikkel, de számos komáromi alapiskolából is eljönnek szervezetten egész osztályok. A komáromi ipari szakközépiskolában a tanítás után is sokféle lehetőség várja a diákokat. A tanulás mellett arra is lehetőségük van például, hogy játszanak a színjátszó csoportban, de van diákparlamentünk, iskolatévénk és rádiónk is. Sok olyan lehetőséget biztosítunk számukra, melyeknek hála részt vesznek iskolán kulturális életében.